A játékosok, a vezetők és a szakmai stáb tagjai a pálya szélén, a szurkolók a lelátón. Akár ismerkedési esnek is nevezhetnénk a Fátum Nyíregyháza szerda esti nyílt edzéssel egybekötött szurkolói ankétját, mivel alaposan kicserélődött a sokszoros bajnok játékos kerete. A magyar röplabdázókon kívül 7 nemzet képviselői igyekeznek majd mindent megtenni azért, hogy az előző, gyengébbre sikerült szezon után ismét az élcsapatok között jegyezzék a Nyíregyházát. Én azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot abból, amit terveztünk. Nagyon komoly munka van mögöttünk, a szakmai stáb mögött, az új vezetőedző mögött, hiszen vele kellett először megismerkedni, hiszen a vezetőedző személye is változott. Nem csak a gazdasági helyzetre kellett már akkor reagálni, hiszen akkor is azért volt előszele annak, amit most élünk, hanem arra is kellett reagálni, hogy azokat az eredményeket nem hozta tovább a csapat, amit mind a közönség, mind a szponzorok, mind a szakmai stáb elvárt tőle. Ezért több helyen változtattunk, voltak játékosok, akikkel nem voltunk maradéktalanul elégedettek, úgyhogy nagyon komoly vérfrissítésen átalakult ez a gárda. Nagyon sok fiatal játékos érkezett, nagyon sok nációból érkezett, úgymond légiós, de sokan válogatottból jöttek gyakorlatilag egyből ide, úgyhogy egy jó pedigrével érkező csapat. Egy kellően fiatal, de tűzdelve magyar tapasztalt játékosokkal, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek lehetünk idén. A görög vezetőedző szerint csak az utolsó 2 hétben tudtak olyan munkát végezni, amelyet az egész felkészülés alatt szeretett volna látni. First of all, we had a lot of difficulties. Azt kell, hogy nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk már itt az előszezon során. Voltak sérüléseink, ugye azok a válogatottból visszatérő játékosok csak később csatlakoztak, bár ezt tudtuk előre is, egy kicsit foghíjas kerettel kezdtük a felkészülést. Azt a munkát nagyságrendileg el tudtuk végezni, amit én gondoltam, és az utolsó 2 héten már teljes kerettel készülve egy olyan arcát mutatta a csapat, amit én is szeretnék látni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből az utolsó 2 hétből kell táplálkoznunk. Tóth Fruzsina válogatottbeli elfoglaltsága miatt később csatlakozott társaihoz. A csapatkapitány bizakodva várja a bajnoki rajtot. Kicsit késve érkeztem meg a csapathoz, de úgy gondolom, hogy nagyon jól be tudtam csatlakozni a keretbe. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fiatal társaság van itt, akik nagyon motiváltak, és minden meccsen az a cél, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és megmutassák azt, hogy mire is képesek. A Fátum Nyíregyháza szombaton Székesfehérváron az újonc MÁV Előre ellen kezdi a bajnoki szereplését.